Már áll az ezüstfenyő a kávintéri körforgalomban, holnap után díszítik. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják november 30-án, szerdán. Készülődik a város a karácsonyra. Már egyre több magánházon gyúlik ki esténként a karácsonyi díszkivilágítás, és már áll az ezüstfenyő a város központjában a körforgalom közepén. Ma reggelre meglepetés várta az autósokat. Bár még díszek nélkül, de természetes pompájában látható a kálvintéri körforgalom közepén az a csodálatos ezüstfenyő, amit Berényi Judit érdi lakos ajánlott fel a város díszéül. A másik két köztéri karácsonyfát is állítják már. December másodikán díszítik fel őket az óvodák és iskolák által készített díszekkel. Ugyanaznap kezdődik meg az adventi vásár is, melynek helyszíne változott. Megváltozott az adventi vásár helyszíne, így tegnapi híradásunkban elhangzottakkal ellentétben nem a sétáló utcában, hanem a mögöttem látható területen állítják fel standjaikat a vásározók. Remélhetőleg a bevásárlóközpont előtti parkoló kellő teret fog biztosítani a vásározók pavilonjainak, és a hétvégétől élettel is megtelik az első érdi adventi vásár. Ma évfélkor lejár a kötelező biztosítások felmondásának határideje. Az új szerződés megkötésére december végéig van lehetőség. Az autótulajdonosok ma éjfélig mondhatják fel kötelező gépjármű biztosítási szerződésüket. Erre a biztosító fiókok zárásáig, illetve faxon éjfélig van lehetőségük. A mai napig évfélig kell beérkezni a felmondó nyilatkozatnak, megtehetik írásban, illetve megtehetik ö, személyesen is a biztosítójuknál, és még egy lehetőség, hogy faxon is mehet a felmondó nyilatkozat, de ö, igazolni kell az ügyfélnek jogvita esetén az eredeti példányal, illetve a faxon leadott ö, dokumentációval, hogy igenis ő elküldte ezt a nyilatkozatot. Váltás esetén az átlagos megtakarítás akár 10-20 ezer forint is lehet. Kedvező az ügyfelek számára, hogy a biztosítás faxon nem csak felmondható, hanem megköthető is. Továbbá az ügyfél nem veszíti el bónuszát. Amennyiben az ügyfél hivatalosan jogszabálynak megfelelően mondja fel a szerződését, akkor nem. Továbbiakban január 1 a biztosító kiadja a kártörténeti igazolást. Ezt az igazolást le kell adni március 31-éig. Amennyiben ezt az ügyfél nem teljesíti és nem nyújtja be a biztosítójának az igazolást, akkor sajnos Érikár, illetve a Malus 4-be fogják betenni a szerződését. A szakemberek szerint idén minden bizonyja a rekordot fog dönteni az átszerződött ügyfelek száma. Zsúfolásig megtelt a Magyar Földrajzi Múzeum előadóterme dr. Horváth Pál tegnapi előadására. A nyugalmazott honvédtábornok Irakról és Kambodzsáról tartott előadást saját ensz missziók során szerzett tapasztalatai alapján. A múzeumbarátok körének tegnapi összejövetelén dr. Kubasek János igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Szigeti Eszterének produkciója után kezdődött a tulajdonképpeni előadás. Dr. Horváth Pál Irakban kétszer is részt vett ENSZ misszióban 89 91-ig az Irak-iráni háború után, 94-95-ben pedig Kuvait iraki lerohanása után. Kambodzsában a belügyminisztérium kikérésére az 1993-as választások előkészítésében vett részt az ens megbízásából, mint az egyik megye parancsnoka. Neki tehát az Irakról szóló napi hírek egészen más jelentenek, mint azok számára, akik sohasem jártak a közelkeleten. Elég szomorú az, hogy egy 5000 éves kultúrát lényeg a tönkre tesznek háborúk, mert eléggé tönkretette az első iraki-iráni háború ezt a térséget, és ez a második, ami most történt, vagyis a harmadik, ami most történt, ez is eléggé tönkretette. Az iraki kuvaiti is mondjuk a déli iraki részt. Ebbe ez az elszomorító egyébként. A másik véleményem pedig az, hogy én jobban meg tudom ítélni, hogy ott milyen, mi várható, hogy néz ki ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy elég bonyolult ez a helyzet ott napjainkban, és egy darabig nem is lehet ezt én szerintem megoldani, mert a béke teremtés ebbe a körzetbe nagyon nehéz, anélkül, nagyon nehéz ezt megtenni, anélkül, hogy a vallási vezetőkkel, klánok vezetőivel lene ülnének és nem tisztáznák a helyzetet. Ráadásul Iraknak akkora nagy, szél, hosszú határai vannak, amelyek ellenőrizhetetlenek. Tehát onnan mindenféle terrorista szervezet be tud szivárogni, és lényegében azok ezeket a az ajas cselekedeteket végre tudják hajtani. Mert szerintem nem az iraki nép végzi ezeket, hanem ezek a terrorista csoportok, amelyek besziváruktak a térségbe. Éppen erre lettem volna kíváncsi, hogy sajnos Európában, Amerikában szinte már a közbeszédben a terrorizmust és az iszlámot összekötik nagyon sokan. Ön viszont személyesen ismerte, találkozott ott, lakó, egyszerű, civil emberekkel, akik iszlámhitűek. Mennyire szabad egyben mosni az iszlámot és a terrorizmust? Abszolút nem, abszolút nem szabad összemosni, mert az iszlám nem egyenlő a terrorizmussal. Az iszlám az egy vallás, az egy, egy Isten hitű vallás. Allah az egyisten, nők az, iszlámnak az egyisten az Allah, és Mohamed az ő profétája. Egyébként számtalan olyan proféta is van, például Jézust is profétának tartja az iszlám. Tehát az iszlám nem terrorista szervezet. Terrorista szervezetek, ha az iszlám nevében gyilkolnak, azt elég rosszul teszik, mert az iszlám nem terrorista, ez a véleményem. Én azt hiszem, ezzel többet, ha valaki meg akar tudni, akkor olvas el a könyvet, mert abban én ezt leírtam pontosan, hogy hogy néz ki. És gondolom, hogy a 21. századnál nagyon fontos lenne, hogy megbékéljenek magukkal az emberek egymással, megbékéljenek a vallások egymással, mert ha egymást megismerjük, akkor a szeretet sokkal többet jelent, mint az egymás iránti gyűlölet. Az előadáson dr. Horváth Pál két könyvét is bemutatták, amelyhez az előadáson is levetített fényképeket ő maga, illetve katonatársai készítették. Nap mint nap beszámolunk az érdetés környékét érintő közlekedési beruházásokról. Az M6-os, a város körforgalmai, a régi buszpályodvar hasznosítása nem egyszer adott már témát híradónknak. Csütörtökön 18 óra 15 perckor kezdődő ütköző című műsorunkban vendégeink lesznek Köller László, a Máverté fejlesztési osztályvezetője, Fajcsák Lajos, a Volánbusz RT kereskedelmi igazgatója, valamint Kovács Tibor városi főmérnök. Velük már egy kicsit előre tekintünk majd, hiszen témánk érd közlekedési jövőképe lesz. Most kezd csinálónak íme egy kis összefoglaló az elmúlt hetek közlekedéssel kapcsolatos híreiből. Új erőre kapott az M6-os építése városunk határában. Az érdi tetőn egyre látványosabban formálódik a majdani csomópont, de rövidesen indul a tető és az m 0 közötti szakasz építése is az M6-os érdnél különleges megoldások igénybevételével vezethető el. Ért ófalú fölött a jelenlegi 6-os 7 elkerülő út mellett vezetik majd a pályát. Emiatt le kell majd bontani a Júlia utca hídját, ami az elkerülő út felett vezet át, hiszen a helyet egy hosszabb hidat kell építeni, ami a két út összesen hét forgalmi sávja felett ível át. Megkezdték a körforgalom építését a 6-os és 7 utak érdi csomópontjában. Az eddigi forgalmi rendet nem zavaró munkákat már korábban elvégezték. Most azonban ahhoz a munkafázishoz érkeztek, amikor meg kellett szüntetni a lámpás csomópontot. Tavasszal megkezdik a körforgalom építését az ötágú csomópontban is. Ez a megoldás nyújtja a legbiztonságosabb közlekedést a Vörösmarty, Kossuth, Betlen utca balesetveszélyes kereszteződésében. Az egykori volán pályaudvar meglehetősen lepusztult épületének hasznosítása az illetékesek szerint már nem sokáig várat magára. Az épület átépítése után új, korszerű postával gazdagodik érd. A létesítményben irodák és orvosi rendelők is helyet kapnak. Holnap a reggeli párás, sokfelé ködös időt, közepesen felhős, többnyire napos idő követi majd. A délnyugati szél mérséklődik, csapadék sehol sem várható. Estére ismét sűrűsödik a köd, ez veszélyes síkosságot okoz majd az éjszakai órákban. Hajnalban mínusz kettő, napközben pedig plusz kettő fok körül alakul a hőmérséklet. Kedves nézőink, Önök az Érdi Városi Televízió híradóját látták november 30-án szerdán. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!